Önök a heti szakaszt Gaier Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Radvánszky Péter rabbit a Szombat beállta előtt másfél órával kérdezem az aktuális heti szakaszunkról, nem máshol, hanem egy szokatlan helyen, a Páva utcai zsinagóga központi nagytermében, nem ahol szokott imádkozni, nem ahol szokott drósét mondani, ma egy különleges szombatvára istentiszteleten. Mi is a heti szakasz? Tehát a Kitissza a heti szakasz, ami annyit tesz, hogy amikor megszámlálod, amikor számba veszed az izraelitákat, tehát ez egy ilyen népszámlálás javaslattal kezdődik. De ugyanakkor, amiről híres ez a heti szakasz, az aranyborjú, ami ugye nagyon aktuális, ugye egy szoborról szól, amit fölállítanak, és aztán el is visznek, összetörnek. Egy rabbit nem illik félbeszakítani, de ez történt, a szobrot el is vitték. De bízunk benne, hogy nem törték össze, csak kivonták a forgalomból. Igen, igen. Itt Mózes egyébként egy érdekes dolgot csinál, összezúzza és megitatja a néppel az aranyport vízzel keverve. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy ez mit jelent, vagy hogy mire vonatkozhat ez a szimbolikus, rituális cselekedet. Hogy tudnád ezt ma aktualizálni a mai istentiszteletre érkezőknek? Én úgy szeretném ezt aktualizálni, hogy tartsuk meg ezt az üzenetet, hogy a szobrok nem fontosak. A szobroknak nincs erejük, és az embereknek viszont van, a közösségnek van. És az összefogással, ami itt is láthattunk, hogy nagyon hamar egy nagyon erős közösségi erő mutatta meg önmagát, sikerült, én azt gondolom, elérni azt, hogy legalább, nem tudom, hogy ideiglenesen, vagy véglegesen elvigyék ezt a szobrot. A zsidó szokásokban minden évben emlékeznek valakinek, illetve az ember, aki már nincs közöttünk, a halálára. Hogy is történik ez, és milyen fajta megemlékezési lehetőségek vannak még? Ezt most nem értem. Amikor valaki életét veszti, meghal. A közösségnek nem hal meg, hisz évente először 30 napig, utána évente emlékeznek rá. Mi is ez tulajdonképpen? Igen, ezt tudják, hogy járt szájt, legalábbis az askenázi világban. És itt ami nagyon fontos, és ami érdekes, ez a név. Tehát mi nem szobrot állítunk egy elhunytnak, hanem a nevével emlékezünk egy imában, vagy akár egy énekben, az Élmelé Rahaminban. A Kaddistel mondjuk ilyenkor járcájtkor a Isten nevének a megszentelését. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez is egy fontos üzenet, hogy amivel emlékezünk, az a név, az emlékek, amik bennünk vannak, és ezzel éltetjük az illetőt, aki most már csak lélekben van velünk. Akkor valami személyeset, nem is olyan rég, önnél is megjelentek az apai örömök, kiről nevezték el a gyereket? Jonatánnak hívják, úgyhogy ennek több bibliai történet is az alapja, hogy őt miért hívják, nem csak az almát hívják ugye Jonatánnak, hanem a több jonatáni szerepel a Tanákban, Ezra könyvében Jonatán ben Asszájél, és ugye ismerjük, hogy a Dávid történetben, ahol Dávid legjobb barátját is Jonatánnak hívják, úgyhogy nagyon sokrétű az a kisfiamnak a nevének a jelentése, úgyhogy most... Mit kell kívánjunk egy fiatal rabbinak, akinek első konkrét zsinagógája is végre előkerült? Hát nem nekem, hanem a közösségnek épülést és erőt, és további összetartást, és minden egyéb jót, úgyhogy ezt kívánom a nézőknek is ugyanígy. Akkor Shabbat Shalom. Shabbat.